December 7-ére brutál módon behavazódott Budapest és a Pilis, meg az országnak amúgy a nagy része, és kifejezetten érdekel, hogy hogy viselte a város a havazást közlekedési és egyéb szempontokból. Én például Pilis Borosjenőről jövök, most az internet és a telefonszolgáltatás is akadozik az egész faluban, úgyhogy szeretném megnézni, hogy főleg itt mondjuk Budán, a hegyekben mi a helyzet. Épp ezért lejöttem az Electro Riderhez, akiktől kölcsön kértem egy Talariát. Tudjátok, erről már múltkor beszéltünk, ez a túlfejlett nagy tesója a Churronnak, és ez egy legális utcai motor biztosítással rendelkezik, nagyjából egy ilyen 50-70 köbcentis gépnek felelne meg, és nagyjából egy ilyen 60 km-t ígérnek a hatótávba, hogyha lightosan közlekedünk vele, már pedig a külső körülmények miatt lightosan fog vele közlekedni. Úgyhogy nézzük meg, induljunk is! Nagyon szeretjük ekézni a magyar közutat amiatt, hogy még december közepén is meg tudja őket lepni a hóesés. Szerintem ma alapvetően nem ez a helyzet. Itt vagyok nem messze a Graphisoft parttól, egy ilyen kis kvázi egysávos mellékúton, tehát egy sáv és két biciklisel, és még ez is tökéletesen járható, tehát már ide is eljutottak a hókötők, nagyjából a magasságába, és teljesen síkosságmentes az út. Viszont beszélnünk kell egy dologról. Nem tudom, mennyibe kerülhet most egy ilyen első generációs X6, 8, 10, 12 millió, de könyörgöm, vegyél rá téli gumit! Tudom, összkerekes, bárhol felmegy, de amikor majd bele kell állni a fékbe, mert pirosba vált a lámpa, aztán belecsúszol a kereszteződés közepére és összetörsz valakit, akkor ott nem fog segíteni az összkerékhajtás. Itt vagyok a Szentendrei úton, nem sokkor a Flórián tér után ugye kifele a városból, és az elég egyértelműen látszik, hogy lényegesen kisebb a forgalom, mint amúgy ilyenkor mondjuk így csütörtök délben hagyományosan lenni szokott. Felteszem, ez azért van, mert sokan egész egyszerűen el sem indultak otthonról, vagy inkább a tömegközlekedést választották. Na most, nyilván ez egy olyan dolog, hogy nem teheti meg mindenki, hogy otthon maradjon, mert a gépbeállító sem tud gépbeállítani home office-ból, a pék sem tud kenyeret sütni home office-ból, de én, ha főnök lennék, biztos inkább azt mondanám az alkalmazottaimnak, hogy maradjanak otthon, hogyha tehetik, mert inkább ne jöjjön egy napot, mint hogy nem jön egy hétig, mert összetörte az autóját árokba csúszva. Szóval összességében az látszik, hogy az emberek egy kicsit talán jobban felkészültek erre a havazásra, és az is látszik, hogy tökéletesen síkosságmentesítették, se nem havas, se nem jeges a 2x3 sávos Szentendrei út, ami Budapest egyik fő közlekedési útvonala. De most zúzok lefelé a Flórián térhez, aztán fölmegyek egy kicsit a budai hegyekbe, hogy vajon ott mi a helyzet. És ha már ekkora ökörséget követek el, hogy motorozok ilyen időben, akkor pár szót a motorról is. Ugye a Talari a legnagyobb előrelépése a Churronhoz képest, az a zárt primer hajtás, tehát a motorról lehajtó elsődleges hajtás, az most nem egy C, hanem egy zárt olajban futó fogaskerekes rendszer. Ez nyilván tök jó, mert ahogy ezt a félig fagyott rögöt így beszórja oda a váz közepébe, nem esik le a lánc, és hát abból láthatjátok, hogy nem nyelezem szét a technikát, hogy az inverteren, a teljesítmény elektronikán még mindig ott van a fagyott hó. Eco üzemmódban megyek, így nagyon lusta a gázreakció, nem esik ki alólam. Amúgy, ahol síkosságmentesítve van a talaj, tehát kvázi csak gyirkosan megyek, tök jó a tapadás, ha egész kultúráltan lehet menni 40-45-öt, viszont amint rájövök egy ilyen hókásás vacakra, tulajdonképpen arra megy a motor, amerre akar, és akkor jön a csúszkálás meg a rollizás. A fékekről nem tudok nyilatkozni, mert nagyjából rágondolok és blokkol a kerék. Itt vagyok a Lajos utcában, nem messze a Kolossi tértől. Évekig jártam ide, mert ugye itt van a Total Car szerkesztőség. Ezen az úton nagyjából látni nem lehet a túloldalt, akkor szokott lenni a forgalom, most viszont teljesen járható és teljesen közlekedhető minden. Igazából azok szívták meg nagyon, akik az agglomerációból, főleg a Pilisből járnak be, ott ugyanis viszonylag korán elkezdődtek már az áramszünetek. Én tegnap ilyen 11 óra után értem haza nem sokkal, akkor már Pilis-Borosönön teljes területén nem volt áram, tehát az utcalámpák sem világítottak, nem volt internet, és a térerő is nagyon gyér volt. De Oliver például azt mondta, hogy náluk reggel 7-től se internet, se telefon, se áram.
és komoly áramingadozások is voltak. Tehát erre érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk villanyautót vagy elektromos motort tölt valaki, mert amikor így néhány másodpercenként a trafó elkezdi eldobálni az áramot, az simán ki tud nyírni egy töltőt. Olivier így járta a plug-in hibrid Mercivel, tehát erre tényleg figyeljetek. Aztán nyilván keresztbe dőlt fák, áramszünetek, megsült trafóházak, és hát sajnos ezek az áramkimaradások, ezek betudhatók annak, hogy a rezsicsökkentett időszakban ugye nem nagyon jutott pénz az infrastruktúrának a fejlesztésére, vagy karbantartására, leesik 3 centi hó, és elmegy az áram. Ez mindenképpen nagyon negatív, az viszont, hogy lehet közlekedni, főleg itt Budapestenek a nagyon zsúfolt útvonalain, az viszont mindenképpen pozitív. És nézzétek, sokakat érdekel a motor. Ha mégis el kell indulnotok autóval, akkor ilyet ne csináljatok. Ezt a BMW-t körbe szépen letakarították, tökéletesen kilátni belőle, tök jó, viszont a tetőn hagytak nagyjából 5-10 centi havat. Ez azért baj, mert ahogy haladsz és fűtesz, szépen meg fog melegedni a tetőlemez, és megolvad a hó alatt egy vékony réteg, és amikor te mondjuk beleállsz a fékbe, akkor ez a nagy darab hó, ez simán rácsúszik a szélvédődre, és semmit nem fogsz látni. És hogy honnan tudom? Hát még nagyjából 6-7 éve, nagyon kezdő autós koromban eljátszottam ugyanezt, gurultam a 10-es úton havazásba 50-nel, lassítottam egyet egy zebra miatt, és utána nagyjából 20 méteren át nem tudtam, hogy merre megyek, mert nem tudott vele mit kezdeni az ablaktörlő és hasonló. De nyilván az is probléma, hogyha mondjuk így haladsz, és ez hátrafele hullik le, és mondjuk a mögötted jövőnek jön be a szélvédőjén, el tudom képzelni, hogy egy ilyen nagyobb darab jeges hó, az mondjuk már simán megrepeszti a szélvédőt. Szóval ne csak az ablakokat körbe, de az egész autót takarítsátok le, hogyha ki kell venni a forgalomba. Most így délután 1:30-2 magasságára, azért Budapest alsóbb régióiban lent a Dunaparton már erősen átváltott esőbe a havazás, viszont úgy voltam vele, hogy teljes képet kapjunk, meg mert gyönyörű, följöttem a normafára. Tudjátok, ez az a fa, amihez az összes többi fát is mérik. Itt amúgy érdemes odafigyelni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok hó van a fákon, és az ilyen mindenféle sétaútvonalakon, hogyha az ember nyakába szakad, azért az tud kellemetlen lenni. A talaria, köszöni szépen, nagyon jól viselkedik, nyilván nem szabad érdemotorozni, de hát ugye nincsenek rendesen letakarítva a járdák, és kíváncsi voltam, hogy hogy megy el, amíg a kerék le tudja ásni magát az aszfaltig, addig igazából tökéletesen mozog a jármű, és ez nagyon megkönnyíti most ennek a riportnak az elkészítését. Most pedig igyekszem tovább menni, mondjuk Nagykovácsiba, mert ott azért, ahogy látom a híreket, ott azért vannak gondok. Nem mindenki olyan hülye, mint én, van, aki indokolt járművel érkezett a hóhelyzetbe, Túresével. Itt lakom Csillebérsz környékén, úgyhogy a kapuban tudtam csatolni a sílécemet, és egészen onnan jöttem sítalpakon. Mi hószeretőek vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és nagyon vártuk a havat. Igazándiból pici szkeptikus voltam, amikor láttam az előrejelzéseket, de nagyon örülök, hogy igazuk lett, és még több hó is esett, mint amit vártunk. Hát ahol én lakom, Budaörs teteje, az Budaörs felől nem megközelíthető, mert ott egy olyan 25%-os meredekségű aszfalt út van, amit ugye nem takarítanak le. Úgyhogy Csillevérc felől az erdőn keresztül kell bejönni, úgy meg lehet oldani, igen. A igazi káosz az tegnap volt, amikor az eső átváltott hóba, és a mellékutcákban mindenhol előkerültek azok a versenyzők, akiknek még nyári gumi volt fönt, és megakasztották a... Így forgalmat, így van, úgyhogy végül is előbb-utóbb mindenki az Isten egy úton kötött ki, és onnan ment le a megfelelő saját mellékutcájába. Nagykovácsi felé alapvetően nem aggasztó a helyzet, ugye itt is hó esik, tehát megvan az utánpótlás, viszont teljesen jól közlekedhető az út.
Ellenben ami probléma, hogy a fákon a rengeteg hó miatt letöredeznek az ágak, ami veszélyezteti a közlekedést, és hát a vezetékeket is korábban. Úgyhogy húzok tovább. Kijöttem Nagykovácsiba, aminek elég különleges a mikroklímája, mert itt még mindig szakad a hó, és itt még meg is marad a hó. A mellékutcák, ahogy látszik mellettem, azok azért eléggé csúszósak. Viszont nem ez a helyiek legnagyobb problémája. Mostanra azt mondják, hogy már jó a közlekedés, ám reggel 6:30-7 magasságában, amikor a gyerekeket vinni kellett volna iskolába, akkor azért nem volt ilyen vidám a helyzet. És ami külön probléma, hogy ugye megszűnt az áramellátás itt a szomszéd faluban, és emiatt vízszünet várható, tehát bármelyik percben elmehet a víz, ezt nemrég közölte a helyi városvezetés Facebookon, valamint hát áramszünetek, internetkimaradások, tehát a szokásos. Közben elkaptam, Oliver küldte, hogy Vörösváron leégett egy transformátorállomás, és emiatt Vörösvár környékén sincs áramellátás, bezártak a bölcsődék, óvodák, mi egyéb, tehát nem nagyon vidám a hangulat. Úgyhogy összességében talán azt lehet mondani, hogy bár maga a közlekedés az nem feltétlen akadozik, hiszen eleve sokan otthon maradtak, és elég jól megy az utak takarítása, de közben az infrastruktúra azért eléggé megszenvedi a havat. Itt az egyik helyi lakos azt mondta nekem, hogy a legnagyobb problémája az, hogy összesen 3 kilométerre vannak Budapesttől, leesik, hát mondjuk 20 centi hó, és egész egyszerűen visszakerülnek a középkorba, úgy, hogy Nagykovácsi a környék egyik leggazdagabb települése. Ez pedig azért dühítő. Reggel óta 46 kilométert mentem a talariával, és ezzel lemerültem 35%-ig. Nyilván nagyon óvatosan mentem vele, bár azért megmásztam Nagykovácsit, megmásztam a normafát, és így merült 35%-ra, ami szerintem szuper, mert hideg van, és sokszor mély hóba nyektettem, mondjuk az úton meg ilyen 35-40-eket mentem, de tényleg 46 km úgy, hogy az aksinak kb. A 65%-át használtam ki, az szerintem tök jó, és most töltőre raktam egy cirka órára, aztán indulok vissza a harmadik kerületbe. Most így alapvetően azt érzem, hogy voltak már jobb ötleteim is az életek során, ugyanis a így 60-70 kilométer és 5 óra után a merinózokni, meg a vízálló is elfogy. De ennek ellenére tök jó látni, hogy a városban a közlekedés alapvetően nem makkant meg. Az, hogy a közművek meg a vidéken mi a helyzet, az egy más kérdés. Ott azért vannak bajok. Most például úgy volt, hogy ezt a videót Roland fogja összevágni, de én fogom összevágni, azért lett olyan, amilyen. Bocsássatok meg, mert Rolandéknál Magyarorsbányán eldurrant az áram. Írjátok meg, hogy nálatok mi a helyzet, és az Electrolidernek pedig nagyon köszönöm a motorkát. Minden tiszteletem az, aki a futároké, akik ezt télen-nyáron nyomják. Ez még így beöltöző és eszelős volt. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan találkozunk.